A köztársaság és a főutca kereszteződésében hamarosan közlekedési lámpa fogja szabályozni az áthaladást. Erre a célra az Óbecsei önkormányzat a tartományi energetikai építészet és közlekedési titkárság pályázatán nyert el 2,4 millió dinárt, a saját költségvetéséből pedig további 600 ezer dinárt szán erre a célra. Az önkormányzat illetékeseinek az elmondása szerint a munkálatokat szeptember 29-én kezdték meg, és 30 munkanap alatt fejezik be. Azért választottuk ki ezt az utcát, mert sok gondot okoz ez a hely. A rendőrséggel közösen jutottunk arra a megállapításra, hogy épp itt lenne fontos felállítani egy közlekedési lámpát. Mi nem állunk meg itt. Van még olyan pályázat, amelyen részt fogunk venni az év végéig, és több lámpát is felújítanánk, lecserélnénk. Szerintünk például fel kellene újítani az Univerexportnál, a Zöldfás utcánál lévő lámpát, de ezt még nem beszéltük meg a rendőrséggel. Ha ezt megtesszük, pontosan tudni fogjuk, hol lesz új jelzőlámpa és hol fogjuk felújítani. Oda jutottunk, hogy nagy gondot kell fordítanunk a polgárok biztonságára. Amikor körforgalmakat és jelzőlámpákat építünk, mi a közlekedés biztonságát tartjuk szem előtt, így segítünk. A kamerák is, amelyeket kihelyezünk, ezt a célt szolgálják. Ezekre helyezzük a hangsúlyt az elkövetkező években, a kamerákra, a jelzőlámpákra, az óbecsei lakosok biztonságára. A közbeszerzési eljáráson a Szabadkai Szelma Kft.-t választották kivitelezőnek. A közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a berendezések kihelyezése után azokat rá kell kapcsolni az áramra, ehhez azonban a szerbai villanygazdasággal kell szerződést kötni, amely 90 nap alatt fogja elvégezni a munkát.